zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallatószobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őr szavában, ott zsarnokság van nem csak a sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös, ott zsarnokság van nem csak a katonáson pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon, félig nyílt ajtón, ilyetten, besuktogott hírekben, a száj elé hultan, pisztjelző újban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan, fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürdben, az operában, épp oly hazuk harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsedben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuhajban. Hol zsarnokság van, ott van jelen mindenekben, ahogy rég Istenet sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a kedves, mikor jössz haza kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított kézfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy. Mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övélet, Velehevertél, ha azt hitted szerettél tányérban és pohárban, az van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dökszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság, kérdez. Képzeletedben se vagy független. Fönt a tejút is már más határsáv hol fénypásztáz. Akna mező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind azt tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonat kereke hallod, rab vagy rab, erre kattog. Hegyen és tenger mellett be ezt lehellett, cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincsunalomban, a záporzuhogásban, az égig érő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden célban ott van, ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret, követed, és teremted. Kémlelődsz ki körből, ő néz rád a tükörből, őles hiába futnál, fogoly vagy s egyben foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbelángol erdőtűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad. S így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi, mi szeretni, kívánni, karot kitárni, Bilincseit a szolga, maga így gyártja s hordja. Ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik árad, magad is zsarnokság vagy. Vakonként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál. Elhangzott a magyar irodalom leghosszabb mondatverse, az egy mondat a zsarnokságról, I. és Gyula a szerzője. Hát ezt valóban együtt olvastuk Markó Bélával, és szeretettel köszöntöm az Olvassuk Együtt nézőit. Itt most túl vagyunk bizonyos korokon, hiszen ez a vers 1956. november másodikán jelent meg az irodalmi életben, de 1950-ben keletkezett. I. és Gyula, akiről most szeretnénk beszélni, a század elején született, és nagyon érdekes, sok, tehát az életútja, pályája is sok állomáson ment keresztül. Ő rácegres pusztán született, tehát paraszti származású költő, de ugyanakkor nagy műveltségű, hiszen magyar-francia szakot végzett, és mivel a nyugatról sokat beszéltünk, és a, a nyugatnak a, arról a, az irányzatáról, amire nagy hatása volt a nyugati irodalom, a francia a, a irodalom elsősorban, hát Ilyes Gyurát lehetne a nyugat második, vagy harmadik nemzedékhez tartozó költőnek is tekinteni. Nagyon sok irodalmi irányzatot lehetne nyomon követni hatásként is a, a költészetén. Tehát ő egy egészen különös utat járt be, addig, amíg aztán az 50-es évek utántól a népi író költők közé sorolják. De meg kell mondanunk azt, hogy hát Párizs volt a legnagyobb hatással Ijes Gyulára, hiszen miután. Gyakorlatilag mivel részt vett a illegális munkás mozgalomban a 20-as évek elején, ezért nem száműzték, de Párizsban menekült, és négy évet élt Párizsban, aztán később többször visszatért, és saját bevallása szerint Párizsban találta meg a magyarságát, miközben nagyon sok ottani szerző, író, költő, hát akkor a szürrealista mozgalom, André Breton, Aragon, Éluard, ezek a költők nem csak hatásra voltak rá, hanem barátság is fűzte őt egyesekhez. Tehát nagyon érdekes dolog, mert hogyha az utókor szemével nézzük, nagyon sokszor az a vád érte I.S. Gyulát, hogy minden hatalommal tárgyalt, egyesek szerint lepaktált, stb. Na most már, ha ezt a verset nézzük, akkor ez bizony nem erről szól, és hogyha néhány más verséről is beszélgettünk, akkor kiderül az, hogy azért ezt túlzás, ezt a vádat nem lehet I. és Gyula ellen felhozni. A múltkor beszéltünk arról, hogy a TTT, ugye irodalma, tehát voltak tiltott, meg, tolerált, tolerált és, és, és támogatott. támogatott. És hogy bizonyos idő után I.S. a, hát nemzeti költővé vált egy, egy, egyfajta modellé, Igen. de az a 60-as évek után. Én azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy egyszerűen az ő fontosságát az is bizonyítja, hogy a, a hatalmon lévők kénytelenek voltak vele kiegyezni tulajdonképpen, tehát nem csak tolerálni, tehát ezt látták az egyetlen lehetséges viszonynak és Gyulával. Aki valóban, én azt mondanám, hogy sokkal jelentősebb költője a 20. századi magyar irodalomnak, mint amilyennek az utóbbi években ő tűnik, hogyha arra gondolunk, most megszámolnánk, hogy kinek hány említése van ugye, az interneten például. És hát az sem véletlen, én azt hiszem, hogy mi most így, így befejezésül, mert ezt szántuk a, a befejező beszélgetésnek, így Gyuláról, majd Nagy Lászlóról és Juhász Ferencről, hogy befejezésül egészen rendhagyó módon itt ketten felolvastunk egy, verset. Ugyanis ez sokkal több, mint vers, sokkal több, mint egyszerűen színpadon vagy színpadon kívül nagyon jól előadandó szöveg. Úgy azt érzékeltetném, hogy hát a himnuszról sem beszélünk úgy, mint versről, pedig kellene, mert az egy kiváló vers. A nemzeti dalt sem így emlegetjük, így elemezzük, és még hozhatnék fel néhány verset, nem túl sokat. Na most ennek az, az egy mondatnak is túlmutat túl a jelentősége a költészetén. Egyébként I. És Gyula egész életműve és egész magatartása, munkássága azt próbálja érzékeltetni, ami már petőfékkel kezdődött. Ugye, ugye a magyar költőnek különlegesen fontos szerepe van a magyar társadalomban, a magyar közéletben. Ez persze vitatható mindig, de azért I. és Gyula hát egy kiváló költészettel bizonyítja ezt. Ez az egy mondat a zsarnokságról pedig ez azért sokkal több ennél, mert hát nem lehet himnusznak nevezni, persze, mert, mert ez, ez nem egy óda, hanem éppenséggel egy szörnyű szörnyű fölmutatása annak, hogy mit jelent a zsarnokság, amely beszivárog az életünk minden részébe és szeretének. de hát ez egy emblematikus vers. 1956-ban sem csak úgy olvasták, mint egy nagyon szép költeményt, hanem mint egy lázító, mozgósító, Talán mozgósító szöveget. Igen. forradalomnak a Valószínűleg, a hogy ez a, 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 a ráébredés, valahogy olyan hatalmas felismerő hatással lehetett ez a, a, akkor a hallgatókra, mert ez a rádióban hangzott el, majd ahogy megjelent, utána le is tiltották, csak a 80-as évek vége felé, 80. Akkor jelenhetett, jelenhetett meg, de, meg de akkor meg sem újra. szívesen válogatták be különben, különben ilyen... Pedig ilyen, megérne egy versenyzést. Ilyen antológiákban. Megérne, mert, de hát mert most... Hogyha, nem... ha, ha, ha például eltekintünk a, a kontextustól, amiben elhangzott, meg az, hogy tulajdonképpen 56 előtt, majdnem 6, év, 6 évvel született meg a vers, és akkor még nem is gondolhatott a rákosi korszakban a közlésére, de hogyha megnézzük, ez azt hiszem, hogy a, a zsarnokság anatómiájáról. Illetve a szabadság hiányáról szóló egyik legnagyobb vers, nem csak azt hiszem magyar nyelven, és érdemes egy picit elidőzni ezen a szerkezetén, ami hihetetlenül képszerű. Ugye Jész Gyula először a szürrealistákhoz vonzódott, és vannak szürrealisták is. Igen, hát ezt, ha megengeded. Párizsra még olyan értelemben visszatérnék, hogy ugye I. és Gyulát is szívesen besoroljuk egy bizonyos fajta népi származású, népi vétetésű költőnek, és ez rendben is van, mert ő alulnézetből mutatja a, a társadalmat. Ez, ez nagyon fontos. Majd meghallgatjuk a másik versét, a Koszorút, amely a magyar nyelv szépségéről és fontosságáról szól, de az is egy alulnézet, ugye, tehát plebejus megközelítés a nép nyelvét mutatja fel a magyar nyelven. De milyen izgalmas az is, hogy nagy költőink Adi, József Attila és Ijes mint Párizshoz kötődnek, miközben érdekes, hogy a magyar kultúra egésze és a magyar költészet egésze is inkább németes irányultságú és, és, németes kapcsolatrendszerű, de hát ez is egy kizárólagos fogalmazás. Az egy mondat a zsarnokságról pedig igen, tehát egyébként visszautal bizonyos értelemben József Attilának a Levegő című versére is, hogy számon tarthatják, mit telefonoztam, stb. stb. És később, hogyha arra gondolunk, hogy a későbbi költők őre milyen hatása volt? Hát a, a, a ház előtt egész éjszaka, Kányádi, Kányádi Sándornak Sádor a verse igen. ihletődik erről, ahogy, igen, ahogy mert, megáll a kapuajban, a fekete igen. autó, ugye ahol, ami általában Volga volt, ugye a a, a szovjet kommunista rendszerben, és nem lehetett tudni, hogy hova, lehetett tudni utólag, de hogy hova visz, de hogy megállt. És... Igen, de ebből még, még az az érzésem, hogy igazad van, még sok verset ki lehetne mutatni ebben az egyetlen versben utólag, mert ilyesnek itt a nagy leleménye, és egyébként egy mérnöki precizitású, nagyon racionális költő, költő, is volt, tehát nem ragadt el soha. Költő volt, és érdekes, hogy a formát, amit választ magának, meg is töri. Mert például ebben a versben, ami lenyűgöz engem, az a sok rétegűség, mert egyben a zenéje, a sok ismétlődő, az ismétlés. Ugye van egy, van egy ilyen kinyilatkoztatás, vagy kijelentés, amivel kezdődik, hogy hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, és aztán a zsarnokság általános, a diktatúra általános képeiből, ahogy, ahogy a különböző területekre szűkül be, de még a művészet, ugye ott vannak a szobrok, a, a hazug irodalom, a megalkuvó művek, még az ecsetben is, és aztán, ahogy behatol a zsarnokság a, a magánéletbe, az intim szférába, ami arról is beszél, hogy azért mindannyian felelősek vagyunk a zsarnokság megszületéséért. Mindannyian részei vagyunk egy rendszernek, nem vonhatjuk ki magunkat, és igazából nem az az igazi, vagy a helyes attitűd, hogy rámutatunk, hogy azok, ők, ugye, és mi, hanem az, hogy hogyan születik meg a zsarnokság ugye a gyufaszálból, amiből erdőtűz lesz, mert ahogy még el nem tiporjuk, még gyufaszál állapotában. Nyilván az emberi természetből származik minden a, a, a rossz is, és, a, és, és igazán azt hiszem, hogy ha párhuzamba állítjuk ezt a verset azzal, amit én mindenkinek ajánlok, a Bartók című verse, mind a kettő egy kicsit arról szól, hogy nem megalkudni kell, nem édesen megmutatni valahogy édes és kés képet festen, ugye a Bartók versben az van, hogy hangzavar az, ha nekik az, ami nekünk vigaz, és ott elmondja azt, hogy ha nem tárjuk fel ezeket a problémákat, ha nem nézzük kritikus szemmel a társadalmi életet, a politikai életet, akkor az lesz, hogy ugye ö, csak növeli, ki elfedi a bajt, mondja a Bartók című versében. Én, igen, és ö, ö, talán ezzel is magyarázható az, hogy, hogy I nagyon sokan szerintem utólag is nyomasztó költőnek tartják. Olyan értelemben, hogy és állandóan a felelősségről beszél. Na most nyilvánvaló, hogy a költészet nem szólhat folyamatosan a, a, a felelősségről, tehát az értelmiségi ember felelősségéről, a mindennapi ember felelősségéről. A költészet a, a teljességről szól. Egyébként ez a ez a vers is a teljességről szól, és az a nagy leleménye, hogy miközben állandóan ismétli azt, hogy hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, és így tovább, és így tovább. Közben egy egész életnek, egy lehetséges életnek minden gyönyörűségét felmutatja, csak éppen azt mondja, hogy ez ugyanakkor szörnyű is, mert mindenhová behatol a zsarnokság. Hát milyen nagy kép az, hogy a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor. És milyen szörnyű, hogy benne akkor, van az de, egész hogy rendszernek nem, igen, igen. A, a, azok a sok ugye a munkatábor, a, az elhurcoltatások, de még az is benne van, hogy a rendszer megmondja még a sírodnál is, hogy utólag milyen szemmel ítélik meg a munkásságodat. Borod is neki, szolgálod. Nem, nem, nem menekülhetsz, van neki egy ilyen verse is, hogy nem menekülhetsz, tehát hiába próbálsz elfordulni. Végül is ennek a versnek az a legfontosabb üzenete ez, hogy nincs. Amit ma úgy nevezünk, hogy buborék. Ugye, hogy a társadalomban buborékok vannak, és akkor mindenkinek megvan a Facebook, buboréke, vagy nem Facebook, mindegy, ahol a maga körében mentes marad a, a társadalom más fajta hatásaitól. És azt mondja, és hogy ilyen nincs. Tehát ilyen nincs, hogyha, hogyha zsarnokság van, akkor te nem fordíthatsz hátat a zsarnoksághoz, és nem mondhatod azt, hogy én nem vagyok részese ennek a zsarnokságnak, mert teszem a magamét, ülök a könyvtárszobában, és írok jó dolgokat, vagy pedig foglalkozom mással, festek, zenét szerzek, gyógyítok, tanítok. Nem, nem, ezt, ezt tenned kell, de azt is tudnod kell, hogy része vagy a a zsarnokságnak, és ha nem szólsz, mondja, mondja így és, akkor megvan a magad felelőssége ebben, ebben az egészben. Ezért, ezért kulcs pillanata bizonyos értelemben a magyar költészetnek ez az egy mondat a zsarnokságról, miközben formailag nagyszerű, igazad van. Tehát nagyon jól meg van csinálva vonat, kereke, hallod, drab vagy rab, erre kattok. sorok vannak Igen, inkább, de aztán Igen, megtörés Igen, Igen, és ez, mint légy a tejben. Igen. és ezek a rövid mondatok, ezek a rövid, rövid sorok, ezek, ezek úgy, úgy kattognak tényleg folyamatosan. Nem költői fordulat ez a vers. Ilyéség költészete bizonyos értelemben fordulat, vagy egy nagyon lényeges modernizációs pillanat, mert ugye, hogy Petőfiék valamikor behozták szintén a, a népnyelvét, íjéség behozzák a, a, az alulnézetet, ahogy mondtam, a, a népi világot, a vidéket, a, a, magyarországi vidéket, a, a magyarországi falu képvilágát, és ezt egy olyan költő hozza be, akivel kapcsolatosan az imént mondtad el, hogy igen, de hát a legmodernebb hatások érték, és egyébként is egy nagy kultúrájú Sokat költő fordított, volt. francia irodalomból. Igen. Nem, prózát, verset, drámát egyaránt, hiszen Molière egy-két darabja is az ő nevéhez fűződik új fordításként akkor. Tehát az, a szép még ebben a az az, hogy ez a szabadság szó nem nincs benne. De valahogy úgy van, végül is. Talán egy helyen előfordul, de nem, nem, nem ez a. Maga nem ez a kulcs. szó nincs leírva, de, de hogy benne van ez a szabadságról szóló vers, ami nagyon nagy dolog, mert a, végül is a Bartók, illetve a, a című vers is tulajdonképpen arról szól, hogy a, mert valahogy a, a magyar nyelvre a történelem perspektívájából végig végigviszi azt, hogy mi, mi, mennyi. Milyen, és hogy milyen lehetőség rejlik a nyelvben. Tehát, hogy itt rokonítható tulajdonképpen, a később majd ö, ö, beszélünk róla a Nagy Lászlóval is, jóhász Ferencse, hogy van valami ö, olyan ősi erő, ami, ami úgy néz ki, hogy ijesség megújítják a nyelvet, illetve valahogy, mintha imperatívusként volna benne, hogy igenis éljünk a lehetőséggel éljünk, tehát a, 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 a magyar nyelv ősi gyökereinek a, 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 a fel elevenítésével, mert nagyon sokakban vannak annak nyilván a népies elemek, de ezek a népies elemek megint csak ugye a magyar nyelv hagyományaiban, a regősénekektől elkezdve, még az új. Tehát ott van benne ez a szürrealista képi világ. Hát, a... Igen, és hát a, mi, 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 mi lehetne népiesebb például, mint, mint Arany Jánosnak mondjuk a tengeri hámtása, vagy, vagy egyáltalán Arany János költészete is. Kapott eh, bizonyos korokban egyfajta ilyen, ilyen pejoratív árnyalatot ez a kifejezés, hogy eh, népi költészet, vagy népnemzeti eh, költészet, eh, holott eh, és esetében bizonyítható, hogy ő egyszerűen eh, kiterjeszti a, a, a mondandóját és a, a költészetének az érvényességét valóban egy népre. Tehát ő, ő, ő valóban egyszerre beszél a nép, eh, nevében, hogy így fogalmazzak, és ugyanakkor, ugyanakkor a, a, nemzet problematikáját is állandóan újból és újból előveszi, és a nagy igazságot, azért így és én itt legyegyeztem magamnak ugye azt a kis epigrammáját, és az igazságot is megfogalmazza ezzel kapcsolatosan, a, egy népfinak, az a címe az epigrammának, azt, hogy a népfia vagy, igazolnod sej, ma nem azzal kellene honnan jössz, azzal, ecsém, hova mész, hova mész. Tehát azért nagyon pontosan tudja Ebben van tud valami érti. ad is, attitűd is persze, az ostorozásnak. Mert a Bartók versében például, ugye hát Bartók is ad, maga idejében azt mondták, hangzavar, meg nem értett, meg nehéz, meg szorongást kifejezők zene, stb. És azt mondta, hogy igenis, erről van szó. Ne operettel, ne verkli futamokkal próbáljuk kifejezni egy népnek akár a sors tragédiáját, a, 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 gondjait, stb. Tehát, hogy hogy ebbe kötődik, ugye Adihoz is, Petőfihez is, Igen, egy, veszük. egy <coughs> Egy lényeges különbség van, és igazság szerint akár így is föl lehetne osztani a magyar költészetet, ugye? Ahogy párban beszélünk, például Petőfiről és Aranyról. Petőfi, ő egy rendkívül személyes költő, tehát ő, ő előjön a személyes érzelmeivel, szerelmeivel, és akit hozzátársítunk, Arany János, az meg egy rendkívül szemérmes költő, egy ilyen távolságtartó, tárgyas, a, az öregkori verseiben, ugye az őszikékben bukkan föl néha valami személyesség. Na most e, ugyanez a helyzet például Iéssel is, tehát míg Adi és József Attila ilyen rendkívül fölnagyított énnel írnak verset. Tehát, Exhibicionista költőknek is mondhatnám őket, csak ezzel nem mondtam semmit, mert a költő általában arra törekszik, hogy a, a bensőjét fölmutassa, tehát hogy föltárja azt, hogy mit érez, mit gondol. És egy, egy szemérmes költő. Meg lehet azért is marad időnként háttérben, említés nélkül. Ő, ha beszél, általában általában tárgyas megközelítést alkalmaz, racionális, tárgyas fogalmazást. Nem, vannak szerelmes versei is, persze, de tulajdonképpen azok szinte mellékesek, jók, de szinte mellékesek a, a költészetében. Ő nem tud szabadulni, tehát az, az, amit mond, hogy nem menekülhetsz, ő maga sem tud menekülni egyfajta közösségi felelősségvállalástól. Ez szegényít is egy, egy költészetet adott esetben, de ugyanakkor neki sikerült behoznia egy olyan ismétlem szemléletet és egy olyan nemzeti-népi gondolkodást, amely mindmáig nagyon fontos a magyar költészetben. Én azt javasolnám, hallgassuk meg a, a koszorút. I és Gyula, koszorú. Fölmagasodni nem bírhatsz de lobogsz még, szélkaszabolt a magyar nyelv. Lángjaidat kígyóként a talajszintjén iramítva, sziszegvén néha a kintól, többször a béna dütől, megalázott. Elhagytak szellemeit. Újra a fű közt, a gazban, az ajban. Mint évszázadokon át a behúzott válló parasztok közt. A ne szólj szám nem fáj fejem agyai közt, a nátkúbban remegő lányok közt, mi alatt átrobogott a tatár. A szíra fűzött gyerekek közt, amidőn csak néma ajakmozgás mímelte a szót. Mert hangot sem tűr a török, mert arzba csap ostor. Most mutatod meg, most igazán nekem is mire vagy jó. Most a pedigréd, a címered, hajszál gyökerednek kőharapó erejét. Összemosolygás nyelve. A titkon összevilágló könnyek nyelve. A hűség nyelve. A föl nem adott hit tolvaj nyelve. Remény lesz szép Szabadság. Percnyi szabadság. Kortnyi szabadság. Foglár háta mögötti szabadság nyelve. Tanár kigúnyolt a diák. Szerzsán legyalázta baka. Összeszidott panaszos. Hivatalnok unta mamácska nyelve csomaghordók, alkalmi favágók, mert gyárba se jó, szakmára sem alkalmas, mert nyelvvizsgát sem megállt proli nyelve. Az ifjú főnök előtt habogó veterán nyelve, a rendőrőrsön azonnal fölpofozott, gyanúsított, mélyebbről fakadó tanúság tétele, mint a Lutheri! Kassai zugárus, bukaresti cselédlány, bejrúti prostituált szülehívó nyelve. Köpések mosta, Düpírja törölte orcájú fiait közül egy íme, szólni tudó más nyelveken is, hű európaiként mondandói miatt figyelemre, bólintásra becsült más népek előtt is, nem léphet föl oly ünnepi polcra, nem kaphat koszorút oly ragyogót, amelyet szaporán lesietve ne hozzád vinne. Ne lábad elé tenne. Mosolyjal bírva, mosolyra vonagló ajkad. Fölnevelő édesanyám. A koszorú, ugye szabad vers, ugyanakkor nagyon érdekes megint csak a képi világa és a, és a metaforái. Itt többször elhangzik a szabadság szó, de az, ami érdekes, ez a ez az ellentét pár, és ezt is a gondolati ritmus viszi végül is, akár az egy mondat a zsarnokságról szintén. Mert itt van ez a kígyó. Ugye a kígyónak azért a mitológiában sok, sokféle jelentése van, de itt a kígyó, mint csúszómászó, tehát egy, egy ilyen alacsonyan csúszó, de ugyanakkor lángoló. Tehát itt a, az eltűnő, Mondjuk úgy az elnyomott nyelv, aminek a lehetőségei hihetetlenül ö, 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 ugye néha a kintól, néha a béna dűtől megalázott, elhagytak a szellemeit. Tehát itt van egy vád, ami megfogalmazódik az elején, hogy, ö, hogy valahogy üressé válik az a fajta mondjuk így esztetizáló, vagy, vagy, vagy á, lár, pur, lár költészet, amiről ő e, itt talán, talán e, e, burkoltam beszél. És e, e, azt írja, hogy újra a gazban, az ajban, e, ne szólj szám, nem fáj fel. Tehát azt jelenti, hogy a nyelv e, valahogy nem a kimondott igazságnak a nem most ezt a szót nem igazán szeretem, de mégis ezt kell mondom, szolgálatában van állítva, amiben benne van az is, hogy van, egy, van van rengeteg erő rejlik benne, nagyon sok igazságnak a kimondására alkalmas, méghozzá nagyon gazdagon, mert mert végül is talán ennek a mi beszélgetésünknek is az a célja, hogy kedvet valahogy, hogy, 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 kedvet kapjon az, aki, aki hallgatja, hogy verset olvasson. Mert sokszor egy nagy versben olyan igazságokra döbbenünk rá, olyan emberi igazságokra, nem ilyen általános, nincsen egy igazság persze, hanem olyan, amit sehogy más, hogy másképp senki nem tudott megfogalmazni, tehát revelatív erejű a, 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 a nagyköltészet. Ugye megint csak történelmi utalás is van benne, ugye, hogy a, a, a török iga alatt több századon át a nyelvet is. És a magyar nyelv érdekes módon ez a, ez a nyelvi, Elnyomás, mondjuk így. Nagyon sokszor rányomta a bélyegét a, a magyar művészetre, a színházra is. Tehát vannak valahogy óhatatlanul a, a nyelvmegőrzés ápolásnak is a feladatát vállalta a irodalom színház, ami nem föltétlen pozitív. Tehát, hogy egy ilyen szükséges valami, ami ami egy küldetés tudatot hozott létre a évszázadokon át, azt hiszem a magyar művészetbe irodalomban, eh, ahol mondjuk az esztétikum néha eh, háttérbe szorul. És ez, ez egy érdekes dolog ezt mérlegelni, hogyha én azt gondolom, hogyha egy színház például úgy áll hozzá egy alkotáshoz, hogy valamilyen küldetést kell ezzel vállalni, akkor nem biztos, hogy művészileg olyan erős lesz. Először is nyilván maga, ugye, hogy egy vers sem, tehát egy verset sem, írhatunk, nem ülhetünk úgy le verset írni, hogy most ezzel megváltunk valamilyen közösséget, Igen, mert és akkor nem, közhelyek Nem keverjük elő. össze a verset a kiáltványjal, vagy a politikai nyilatkozattal, vagy bármilyen másfajta Ezekből Ezekből közhelyek ö, olyan akár patetikus, ö, 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 illetve álpatetikus, mert patetikus sem, főtétlenül pejoratív dolog, ha annak megvan a a a, a, tehát a, a, működtető, ö, 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 hogy mondjam, ö, öntörvénye, és, és azért én azt mondom, hogy a, mindig a, a, az álság az, ami, ami visszatetsző egy, egy alkotásban, mert akkor az már valami másból, valami, nem tudom, valamilyen, valamilyen, ö, ö, mondjuk így narciszizmusból, vagy valamilyen, valamilyen hős szerepvállalásból, valamilyen eltévesztett szerep szereptévesztésből tulajdonképpen, ami szereptévesztésből származik. az a, az, az igazság, hogy ha most a műfaját, ugye ez arról beszéltünk, hogy szabad szabadvers, ha most a, a műfaját kellene meghatároznom, akkor akkor azt mondanám, hogy óda vagy vagy himnusz a e, magyar e, nyelvhez. És azért micsoda nagyszerű dolog, hogy miközben itt a, a nyelvnek a túlélő képességéről e, van szó. Tehát, hogy, hogy a, a, nyelv túl élte a történelem legkeserűbb pillanatait is. Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy a nyelv által túlélte ez a nép is ezeket a pillanatokat, és hogy újra meg újra el tudott indulni, és, és hát újra tudta kezdeni a saját történelmét, mert hát az az igazság, hogy ami történelmünk ilyen. Ugyanakkor a szolidaritás verse is ez. Tehát az nagyon fontos, hogy itt megint csak az alulnézetről van szó. Tehát nem, nem a kiművelt fők nyelvéről beszél I. és Gyula, holott a történelem során ugye Balassi, Csokonai, Kazinci, tehát beszélhetnénk arról, hogy ez a, a nyelv a kiművelt fők által lett ugyanakkor azzá. Inkább ami az ma, hanem az elesettek, a, ugye, a, 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 a megalázott, a, a Nátkubban remegő lányok közt, mi alatt átrobogott a tatár, a szíra fűzött gyerekek közt, és a cselédlány, és így tovább. Tehát egy egész tanár kigunyolt a diák, szerzsán legyalázta, legyalázta, baka, a, összeszidott csomakhordok, csomaghordok, alkalmi favágok. És, hogy... és, ami... E, és általában, megmondom őszintén, én is, én sem tartom, tehát nem azt tartom e, és Gyula e, legfontosabb erényének, vagy a nagysága titkának, hogy ő nyelvművész lenne. Tehát nyelvművészeink voltak, ugye beszéltünk Vörös Sándorról, ő tényleg egy nyelvművész, de nyelvművész volt Arany János is, tehát rendkívül szépen kezelte a, a nyelvet, és persze minden fontos költőnk ö, ö, nagyon finoman viszonyult, ö, ö, nagyon érzékenyen a nyelvhez, de ilyesről talán ma is szóba hoztam én is, hogy ő egy racionális, precíz, pontos, mérnöki ö, költő is. De ha elolvasod ezt a koszorút ö, például, és apropó szabadvers, akkor láthatod, hogy milyen, ö, milyen ravasz módon mutatja föl azt, hogy a magyar nyelv és a magyar mondat akkor is egy sajátos ritmussal rendelkezik, amikor a nem, a nem öntött formába. <coughs> Csupa daktilikus mondat. Nézd meg, hogy Fölmagasodni nem bír, hazdel a box még. És, és, vagy ugyanennek egy a következő strófa, Hát végén, itt van egy, majdnem egy hexameter, oly ragyogót, Igen. amelyet szaporán lesietvene hozzád, Igen. ugye van ilyen is Mint benne, év századokonnát a behúzott, váló, stb. 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 De meg is töri, tehát nincsenek itt teljes és nem sorok. És nem véletlenül töri meg, nem Igen. azért, mert nem ismeri a összem formát. Összemosolygás nyelve, a titkon összevilágló könnyek nyelve, a hűség nyelve, tehát töredékeket ad egy lehetséges hexameteres költeményből, de igazság szerint ezzel viszi tovább a, a, a verset, viszi tovább a, a mondatokat, és valahogy azt érzékeli, hogy a legnehezebb helyzetben, a legmegalázottabb pillanatokban is ennek a nyelvnek van egy, egy képessége arra, hogy, hogy ritmust adjon a az életünknek. Igen, ezt is nagyon, nagyon hosszan és részletesen lehetne elemezni. Végül is nem mond ellent annak, amit mondtam, hogy í és precíz költő, pontos, pontos költő, és, és valószínűleg a, a kifejezés, a fogalmazás pontosságát, tűpontosságát, vagy tűhegypontosságát tartja a legértékesebbnek, akkor, amikor amikor verset ír, aztán a követői, akikről követői, nem tudom mennyire követői, mert nem nyilatkoztak ki ilyesmit, de akik szintén népi vétetésű, egyáltalán azzal, hogy falusi származású költők, Nagy László és Juhász Ferenc, ők aztán már szabadjára engedik ezt a ezt az ilyesnél még realista, precizitású költészetet, és hát abból a realizmusból, ami ilyesnek a költészetére mindenképpen jellemző. Tehát ez, egy, ez, egy, ez a koszorú például, ez egy történelmi áttekintés is, tehát a magyar történelmnek a számbavétele is, tatártól, töröktől errefele megaláztatások, küzdelmek, talpraállások, stb. stb. Ettől a realizmustól Nagy László és Juhász Ferenc eljutnak egy, egy nagyon erősen szürrealista, de népi szürrealista költészetig. Hát hogyha Nagy László igazából így és inkább szürrealista korszakához kötődhet, Nagy László ugye mondtad, hogy falusi származású, egy bakonybéli garabonciás Igen. költőnek is mondhatnánk, aki többek között ugye gyerekkorában volt egy elég súlyos balesete, tragédiája, egy magas láz miatt valami ugye egyik lábára végül is béna maradt, folyamatosan egész életében botta járt, aztán méghozzá egy tehén, legeltetés közben történt ez a baleset. És Nagy László egyben képzőművész is volt, grafikus is volt, és hogyha valamilyen módon népinek nevezhető ő, akkor elsősorban az a fajta mitikus nyelv, amit akár a magyar ősi, regős énekekből, vagy amit, ha például a vörösről beszéltünk a múltkor, és úgy ott van a három veréb hat szemmel, okay. ahol vörös tulajdonképpen fölfedezi újra, vagy összegyűjti ezeket a régi, a 16. 17. századi magyar költőket, vagy vagy hogy mondjam, nem is tudom, hogy hivatalosan költőként számon tartott regős énekeseket, stb. És hát ez a fajta szürrealista világ megjelenik elsősorban legerőteljesebben Nagy Lászlónál a szerelmi költészetében. Mert a szerelmi költészete valahogy kitágítja ezt a, tehát valahogy hogy kozmikus, és ezt a fajta kozmikusságot, amelyben benne van ugye az a József Attillai kozmikus magány, ugye a semmi ágán ülő költő, de benne van ez a, tehát benne van ez a, 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 a létélmény, de benne van ez a fantasztikus, szép képekben, megrendítő képekben megjelenő szerelem, az ő felesége Szécsi Margit, Igazán, szintén kiváló költő. Szintén kiváló költő. Azt hiszem 52-től a Nagy László ö, ö, haláláig ö, tartott ö, ez a házasság, valami 20, nem tudom, hat évig, hiszen Nagy László mindössze 53 évig élt, és azért érdekes ez, mert Nagylászló miközben rendkívül érzékletes, ö, ugyancsak a szabadságról, szólnak még a szerelmes versei is, mert itt van például a Párbaj című verse, amit, hogyha nem jól emlékszem, valahogy így szól, hogy Dunában szél, szemedben vér rázza a csillagot, árnyékodon állva itt vagyok, én nem hátrálhatok, hívhatnak hőkölt fejek, férek elevenek, gyalázatban is boldogok, én inkább kardot csókolok, rajta csak rajta, maradok örök fiatalka, árnyékodon állva Babilon, te sem vagy más, ö, ö, te sem vagy más, itt nem tudom pontosan ö, milyen hófúvás, nagy éjszakámban ítéletfehér asszony, halál hadüzenete. Tehát a szerelem és a halál az ami ami között a a, a Nagy László és, és Adi Endre, és a tehát ez ez folytatása asszony, igen ugye? folytatása Adi, hát hogy mondjam messianistikus meg erősen személyes költői alapállásának ilyen értelemben Nagy László és hát bizonyos mértékben Juhász Ferenc sem ígésnek a folytatói és úgy kapcsolhatók is nagyon szorosan, hogy ugye ők is behozzák ezt a, a, népi világot, többek közt azzal is, amire utaltál, tehát az, hogy, az, hogy a népköltészeti elemek is, elemek is ott, vannak, ott vannak, náluk, és, és Nagy László valóban ilyen szempontból megint csak egy szintézissel próbálkozik. Persze, mert... benne van azért például Ilyesnél is megvan ez, mert úgy talán azt nem említettük, ugye, hogy a zsarnokságról szóló versnek egyik a legfontosabb eleme, az a félelem, a félelem kertés, amivel másképp, ugyan, de a modern kor, globális erői is próbálkoznak láss például a járvány, stb. Ugyanakkor itt ez van ez a, a félelem leküzdésének módozatai, versel, kimondása, vagy, a, a, vagy az egyszerű falusi embernek a hitével nagyon sok keresztény szimbolika található meg mind a Nagy László, mind a Juhász Ferenc költészetében, és a Seba Cédruson az egy képvers tulajdonképpen, ami egy kicsit visszautal a Bibliára, de formájában is. Ilyes a, a, a Gyula egy mondata zsarnokságrólnak a ritmusa, az egy litániának a ritmusa is. Nagy Lászlónál ugye van a bersben bújdosó, és itt van a seb a cédruson, ami nyilván megint csak képzőművészet, csontvári koszka, tivadar és, és ez, utal a Cédrus, ez bizonyítja, ez bizonyítja ezt az erősen modernizációs szándékot is. Egy olyan költészetben, amely hát bizonyos értelemben azért konzervatív volt a, még a 20 században is, tehát hogyha megnézzük, hogy mi máig szeretjük és műveljük a kötött formát, meg ehhez hasonló példákkal lehetne élni. Miközben például Nagy Lászlónak is van egy kitörési kísérlete azáltal, azáltal, hogy nem csak egy, hanem, hanem több, képverset is, több képverset is ír, ráadásul ugye ő maga is műveli a, a, a képzőművészetet, és ez a Seba Cédruson ez nem egy túlságosan hosszú vers, de képversként is, tehát látványként is átviszi a szöveget, átviszi a nyelvet látványba, a grafikába tulajdonképpen. De mondandójában is, vagy üzenetében is erről szól, mert ugye hát a cédrus az mégiscsak a libanoni cédrusra gondolunk, és, és, és Csontvárira és ugyanakkor visszautal az elődökre, tehát a költő elődökre ez a vers. Persze, végül is bármilyen formában a lényeg az, hogy lényeg a költői fantázia és a, a, az eredetiség, mert hát számomra ennek a versnek a központi képe és az irigylésre méltó képe az, hogy, az, hogy van egy, egy, egy cédrus darab, egy fadarab, amelynek van egy sebe. Tehát ugye egy hiánya, formája igen, van ennek a igen, képnek. És hogy, ezt, hogy, hogy, ezt, a hiányt nem tudjuk megszüntetni, mert ha kivágjuk a fából, akkor még nagyobb, le, még nagyobb lesz a cédruson a, a seb. Tehát azért ez egy nagyon sajátos, nagyon eredeti és nagyon szép kép, miközben az egész vers egy, egy, fontos vers persze, és hát arról volt szó, hogy miközben képversről beszélünk, ez mondható vers, nyilván nem látjuk közben a, esetleg a, mint látvány, mint grafikát, de ez minden versen ez a helyzet. Ugye itt már az elmúlt beszélgetésekben nagyon sok verset meghallgattunk. Na most minden esetben föl lehetne azt vetni, hogy jó, de miért van a vers az rövid sorokor a tördelve? Azért, mert a vers látványa, a grafikája is sokat számít. És hát a másik vers, amit meg kellene hallgatnunk, ugye abban egyeztünk, a Kiviszi át a szerelmet. Ez is bizonyos értelemben egy emblematikus vers. Tehát igen, azért, ez egy rövid, igen. de nagy vers, tulajdonképpen végül is 16 sorból áll. Ö, meg kéne nézzük, egy hát, ha meg tudjuk nézni, egy oldalon a Seba Cédrusont, és, és hallgassuk meg mind és mindkét És a a szerelmet is. Nagy László seb a cédruson. Sebed, sebem is, libánusfa, hű libanoni cédrus. Címerünk te viseled, ítéletig tanú a sebed. Elárulva, hányszor elárulva a szellem, szerelem, vérs, hús. Te libánusfa, libanoni cédrus. Ó, cédrus sebedet becézem emberarcú szentségedet érzem. Bárányhús pirosa jajgat benne, bikahús vöröse szakadozik benne, sascsőr és mennykő véresül egybe. Csupa vérárok, csupa hántás, csupa láz, a sebet csupa fázás. volt téglavörös. Lejtő mértanában gyötrődik a május, libanoni cédrusfa. Libánus. Hány ezer éve, Hány ezer éve viselet sebedet vérdús libánusfa, libanoni cédrus? Jobb sebe rajtad, Istrái és Ekatoni, Jézus sebe, Sprométeuszé, Spartakuszé, Johanna szűzé, Dózsa üszök királyfié. Jaj, csokonai kráter sebe, Edith Piafé, jaj, Petőfi dárda sebe, Vangok sebe, jaj, Majakowski ruszki medvesebe, sebe, jaj, az Attila mávagjegyű árva sebe. Jaj, radnóti golyófüstös tarkó sebe, jaj, dilentomász tövises szemesebe! jaj, a kráterkenúb kondor orkánhuzatú sebe, jaj, akikkel a föld s az űr lesz tele, jaj, a jeltelenek örökösen izzó sebe, a világ sebe rajtad, libánus. Eltörölni nem támad mágus. Villámolva, véső, ha kivágja, óriásabb seb lesz a hiánya. Nagy László, kiviszi át a -e szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök tücsökhegedőt. lángot kilehelderes ki lehelderes ágra. Kifeszül föl a szivárványra. Láthantú mezővé a sziklacsípőket kiöleli sírva. Kibecész falban megeredt hajakat, verőereket. És dult hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist? Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt. És kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. A kiviszi át a szerelmet azért is nagy vers, mert végül is a lét egyik legfontosabb kérdését feszegeti, hogy hogy van-e van -e végleges eltűnés, létem, ha végleg ele, ele, lemerült. És ugyanakkor nagyon személyes is, mert ki imád Tücsök-Hegedűt, ha nem én, benne van ez is. Ugye a Tücsök-Hegedű, az a költészetnek is a szimbóluma. Ugyanakkor valahol ugye a, a, a megrend a hitében megrendült embernek is, a, vagy valahogy a, a hogy mi, mivel lehetne kiállít, ö, ö, ugye káromkodásból katedrális. Igen. És kiviszi hát, át, ki, ugye. És kiviszi át, az, tehát hogy valahogy mégis az van benne, hogy a szerelem, a szeretet az, ami igazából hát megváltja az embert nem csak a bűnétől, hanem, hanem végül is ettől a halálfélelemtől, hogy van egy, bíznunk kell abban, hogy az élettel a létünk nem ér véget, és az, ami végül is időtlen, vagy hogy mondjam, korokon át tud ívelni, az, az, az a szerelem, ami, a Nagy László életében nagyon fontos volt, hiszen elég érdemes lenne föllapozni azt a levelezést Széchi Margittal, mert sokszor, hogy mondjam, ők elég hányattatott sorsú házaspár voltak, akik albérletekben, laktak sokszor nem is együtt, és nagyon gyakori ez a levelezés, néha Szégyi Margit versben válaszol, és ez egy elég szép példája egy, egy mondjuk a házasságtól a halálig tartó szerelemnek. Na most ugye Nagy László és a végül is költőtárs Juhász Ferenc mind a kettőnek valahogy ez a vagabond költészet, hogyha csokonaira utalunk vissza, a költő vagabundok, akik, akik rendkívül gazdag, burjánzó képekben fogalmaznak, és ők tulajdonképpen, mintha megfogadnák a koszorúban megfogalmazott ié és ösztönzést, hogy igenis nyújunk a nyelv mély rétegeig olyan értelemben is, hogy a megalázottak nyelvét is emeljük be a költészetbe. Juhász Ferenc hosszú, nagyon, nagyon hosszú eposzokat ír. Én nagyon sok versét rég olvastam, de az, ami rám igazán nagy hatással volt, az egy igazán drámai erejű első a, a szarvassá változott fiú kiáltozása, kiáltozása a titok, titkok kapujából, titkok kapujából mert a, talán ennél megrázóbban, érzékletesebben egy anyának a fia elvesztését nem, nem le hallottam megfogalmazni. Most is emlékszem, rég olvastam, de láttam egy nagyszerű előadást is a, a szarvassá változott fiúból annak idején amelyben Törőcsik, törőcsik személyisítette meg az anyát, hogy ez a benne van a, a, régi ősi legendáknak a nyelve is, a mitoszok nyelve, ugyanakkor a kortárs világnak a nyelve váltakozik, énekszerű, ugyanakkor, tehát ez, ez közben a halálnak, mint enyészetnek a, mondjuk borzalmas képeit is, ugye ahogy a szarvas elsüllyed ott a vízben, és ahogy elkezd bomlani. Te, tehát benne van a halál szörnyűsége is, és annak a legyőzésének a diadala, amit nem utolsó sorban a nyelven keresztül érünk el. És, és e, még valami fontos ezzel a verssel kapcsolatosan, ugye nekem is ott van most is erőtem hogy gyere haza, édes fiam, gyere haza. Tehát ez a ez a folyamatos könyörgés. És ott van benne az, amiről már Nagy László kapcsán is beszéltünk, és ilyes kapcsán főleg, hogy ezek a költők, és ez a generáció egyébként, mert Nagy László 1925-ben született, Juhász Ferenc 1928-ban, milyen erősen kötődnek például a Bartókhoz. Mert az, amit említették, tehát a szarvasá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából, az nyilván Bartókhoz is kötődik, mert a magyar kultúrába ez a, ez a ballada, ez, ez végül is Bartók által került be a, a köztudatba. Nem tudom, hogy juhász esetében ez igaz, -e, de valószínűleg, hogy, valószínűleg, hogy igaz. És nem véletlen ez, a, ez, hogy ők Bartókhoz így kapcsolódnak. Hát ugye egyébként a mi erdélyi költőink is, Szilágyi Domokos Bartók költeménye, Amerikában. igen, de hát Kányádi Sándornak is van ilyen Bartókot idéző költeménye. Mert Bartók mire példa? Az, hogy, az, hogy Bartók képes volt az ősiséget, és a, a népköltészetet tulajdonképpen oly módon felhasználni, hogy ugyanakkor a 20. század egyik legmodernebb zeneszerzője, mindmáig. Azt hiszem, hogy ez egyébként példaértékű is lehet mindannyiunk számára, hogy igen, vissza kell nyúlni a forrásokig, vissza kell nyúlni a, a a történelemben is, de azt úgy kell hasznosítani, hogy ez ma már például 21. századi legyen. És hát Juhász egyébként nagyon bátor, újító, időnként fárasztó is, hát azok a, a könyvnyi, hosszú, vagy hosszú ma, majdnem de, könyvnyi az ember, a buja, gazdag, Megint csak azt kell mondanom, hogy igen, igen, a szürrealista festményt sem lehet egyből minden részletét hát megfigyelni, ő. de ennek is van. Ez, a múltkor hallgattam, azt hiszem, a szarvassá változott fiút a múltkor, ez évekkel ezelőtt volt, és úgy, úgy ahogy úgy láttam magam előtt a képeket, lépésről lépésről, szinte filmszerűen azt, ahogy ez a ahogy ezek a részletek fölsejlenek, ahogy a fiú leírja azt, hogy ugye ne hív vissza anyám, mert én, és ahogy a szarvammal nem tudom, tehát tulajdonképpen elpusztítom. Hát már nem, azt, nem tudok visszailleszkedni, nem tudom, és téged igen. is elpusztít, elpusztítanak. Ugyanakkor, ugyanakkor ennek a szarvasá változott fiú kiáltozásának, ennek még van egy története, van, de nagyon sok Juhász Ferenc. Eposznak nincsen ilyen kézzel fogható története, storia, úgymond. A történet az, ahogy a mikro és világ, tehát a kozmikus képek és a mikroszkópikus képek, ugye csillók, szőrök, minden. És a hogyan különböző igen, elemen, élő és élettelen, ha belemennék a hogy, hogy, hogy állnak össze, és hogy lesz belőlük egy ilyen, ilyen a nyelv által abroncsba fogott folyam. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas költészet a juhászé kell hozzá, és én ezt ajánlanám mindenkinek, aki előveszi és újraolvassa, kell hozzá egy elszánás, mert, mert ez, ez azt, a várakozás, ingen, a azt a nem teljesíti, hogy akkor egy rövid, egy oldalas vers, és akkor a végén ott van a csattanó, vagy a katarzis. Nem, ez, ez egy, egy állandóan, Ebben azt lehet csodálni, hogy a fantázia nem áll le, nem merül ki, hogy újabb és újabb asszociációkat hoz magával. Nekem Jackson Pollockot juttatja eszembe, tehát aki ugye azért eléggé ismert festő volt, neki ilyenek a képei, tehát nincs azon semmi figurális, de, de az egész együtt egy ilyen nagyon lenyűgöző nyüzsgés tulajdonképpen. Magyar művészeink is vannak, Grós Arnold például, ő is az apró részletekből építi fel a festményeit, de azoknak van, van figurális jelentőségük, üzenetük, mint ahogy Juhász Ferenc egyik-másik versében is van. Tehát, a Juhász Ferenc költészetében talán az a legizgalmasabb, hogy benne van ez a világ végtelen gazdagságának, megismerhetetlenségének az egyre újabb és újabb titkokat, meglepetéseket, váratlan részleteket tartalmazó gazdagságának, és ugyanakkor a szépségének és egy, egyidejűleg a drámaiságának is a a, leírása. Tehát én azt mondom, hogy most nem fogunk egy ilyen hosszú verset <laughs> meghallgatni, mert az egy egész műsort is felölelne, viszont egy fontos, szép, rövid verset, az Adi Endre utolsó fényképe című verset hallgassuk meg. Jóhász Ferenc, Adi Endre utolsó fényképe. Fáj az Istent roncsokban látni, a kozmosz szívűt a művén merengni. Így nem pusztulhat el akárki, kalapján hervadó virággal. Sárkányüvöltés és madárda, kénerdő, jégkürt, létalkonyi zsoltár. Csak ennyi volnál? Ennyi? Vén saskesei gubbaszt a szírten, a tolla rongyos, a csőre csorba. Nagy repülések, uramisten, már összebékül a halállal, zúzott ágyékkal, vénült szájjal. Az ércköves űr földre nyomja, ott liheg leomolva. Zord istenrózsa a semmi kertjében, vad, kopár szeme, mint égi testek. A dac lefonnyat, s csak a szégyen szögletei vakszik le arcán. Büszke magyar, virága fajtán, fény harsonása, tán utolsó. Én most temetlek. Ennyi volt tulajdonképpen, most megérkeztünk a beszélgetés sorozatunk végére. Én annyit szeretnék mondani, hogy ugye ne úgy nézzék, hallgassák ezt a mi beszélgetésünket, mint valamilyen tudományos vagy irodalomtörténeti igényű beszélgetést, hanem inkább mi magunk is azt hiszem, hogy Ezeknek a verseknek, költőknek a varázsában, és ezeknek a csodálójaként beszélgettünk itt, azért, hogy bátorítsunk mindenkit arra, hogy olvassanak verset. A vers nem halott, a vers él, és a vers egy nélkülözhetetlen formája a megismerésnek, mert hogyha sok verset olvasunk, akkor nem csak a mondjuk így nyelvi készségünk, a nyelv nyelvzenéjének a, 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 a egyre mélyebb ö, ö, megismerése ö, fog megtörténni, ö, hanem, hanem olyan igazságokra is ébredhetünk a saját világunkkal, a saját ö, személyes ö, életünkkel, Kapcsolatosan, amelyet esetleg nem tudunk megfogalmazni, de hirtelen felfedezünk egy, egy nagyon erős verssorban. Igen, hát hadd mondjam el azt, hogy örülök, hogy végül is ezt a beszélgetés sorozatot végigvittük. Ki tudja, lehet, hogy majd egyszer megint leülünk egy kis pihenés után. És így igaz, hogy mi. Persze, hogy elkészítettünk egy-egy forgatókönyv vázlatot, nem forgatókönyvet feltétlenül, kiválasztottuk a költőket, megbeszéltük, vitázni nem vitáztunk igazán, most nem mondhatom azt, de hát persze, hogy egyeztettük a véleményünket versekkel, szerzőkkel kapcsolatosan. De nekem magamnak is rá kellett jönnöm, hogy milyen fontos, nem csak olvasni, hanem beszélni is az irodalomról, és így beszélgetés közben, vagy ahogy meghallgattunk egy-egy verset, mennyi új gondolatot hoz felszínre az irodalom. Tehát én is arról szeretnék mindenkit meggyőzni, hogy igen, tehát ez a, a művészet és az irodalom ez, abban benne van minden. Tehát, tehát nem. Ha, ha az irodalomtól nem távolodunk el, akkor nem csak irodalmat tanulunk által, hanem a világot tanuljuk meg. És ez érvényes egyébként a képzőművészetre, és hát úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben érvényes a zenére is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most ezt lezárjuk, aztán majd egyszer esetleg még folytatjuk. Az irodalom történet pedig egy olyan utazás, amire érdemes elindulni, mert nem kerül sokba, viszont annál nagyobb a hozadéka és gazdagít mindannyiunkat.